A koronavírus járvány terjedésének lassítása napjaink legnagyobb kihívása, amely csak összefogással, fegyelmezettséggel, az egymásra való odafigyeléssel valósítható meg, kezdődik a Nyíregyházi Operatív Munkacsoport közleménye. Ennek érdekében figyelemmel kísérve a járvány alakulását, folyamatosan vizsgálják a tavaszihoz hasonló korlátozások bevezetésének szükségességét. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Által üzemeltetett temetőkben különféle intézkedéseket léptettek életbe. A biztonságos feladatellátás, a munkavállalók egészségének megőrzése és a járvány tovább terjedésének lassítása céljából. Zárt ravatalozókban csak az elhunyt közeli hozzátartozói tartózkodhatnak a temetéseken. Minden más temetésen résztvevőt pedig arra kérünk, hogy a ravatalozó épülete előtt rója le a kegyeletét. Természetesen, mint általában járvány idején, azt is kérjük, hogy mindazokat a személyes kontaktussal járó részvétnyilvánításokat mellőzzék a temetésen résztvevők, és lehetőség szerint viseljenek maszkot, figyeljenek oda a másfél méteres védőtávolság megtartására. Mint ahogy a járvány első hulláma idején Nyíregyháza polgármesteri hivatala most is folyamatosan biztosítja a polgári esküvők biztonságos keretek között történő megtartását. A járvány során nem mondtak le esküvői eseményt, és most is biztosítják a házasulandók számára a már bejelentett időpontok áthelyezését vagy akár lemondását. Emellett továbbra is lehetőség van a házasságkötési szándék bejelentésére is. Október 1-től azonban a szertartások lebonyolítása terén lesznek változások. Korlátozni fogjuk a polgári esküvők esetében a házasságkötő teremben bent tartózkodó vendégek létszámát. Ezt 40 főben határoztuk meg, annak érdekében, hogy a másfél méteres védőtávolságot ültetéssel tudjuk biztosítani. Természetesen itt is kötelező a maszk viselése a vendégeknek, és a szertartásainkat is rövidíteni fogjuk, hiszen ezzel tudjuk biztosítani azt, hogy két esküvő között a megfelelő fertőtlenítésről és a helyiség átszellőztetéséről tudjunk gondoskodni. Újabb védelmi intézkedések léptek életbe a megye bíróságain is, az Országos Bírósági Hivatal elnöke által kiadott ajánlás alapján. A megyében működő bíróságok épületeibe belépni kizárólag szájat és orrot eltakaró, saját maszk viselésével lehetséges. Belépéskor a bíróság által biztosított kézfertőtlenítőt is szükséges használni. Idézésre, értesítésre vagy valamilyen ügyintézés miatt megjelenő ügyfeleinket leghamarabb a megjelölt időpont előtt 10 perccel engedhetjük be az épületekbe, és az épületeken belül a tartózkodás ideje alatt szükséges 2 méteres távolság megtartása bent tartózkodók között. Az ügyfelek beadványaikat elektronikus vagy postai úton, illetve a bírósági épületek előterében kihelyezett gyűjtőládákban elhelyezve juttathatják el a bíróságoknak. Az iratbetekintést előzetes regisztráció után elsősorban online módon biztosítják. Az ügyfélsegítő napokon változatlanul fogadják az ügyfeleket a szabályok betartása mellett. A kezelőirodák elérhetőségei és bővebb információk a Nyíregyházi Törvényszék honlapján találhatóak.